A telefonnál Karsai László történész, egyetemi tanár. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Akivel már két héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy van-e értelme a magyar nemzetben vitát folytatni egy szélsőséges újságíróval, aki nem történész, arról, hogy szabadkőművesek szabadították-e Magyarországra a trianoni békeszerződést. Az ő bűnük ez az egész, és természetesen hát a szabadkőműveseken mindenki értsen, amit akar. Nyilván az a közeg, amelyiknek ezt szánják, főleg a liberális zsidókat érti rajtuk. No de két héttel ezelőtt volt egy első felvonás, és már akkor is kapott apait, anyait a jobb oldaltól, vagy Fidesz közeliektől, vagy szélsőségesektől, azonban most volt egy második menet is, és ezek szerint ön még mindig hisz abban, hogy érdemes érvekkel, tényekkel vitatkozni, miközben a másik oldal lényegében csak az érzelmeket és az indulatokat veti be, és közben mozgósítja a sajátjait is, megint csak nem szakembereket, de például professzorok a Hazáért nevű civil szervezetnek a képviselőit, hogy foglaljanak állást önnel szemben, és lengessék meg ők is, hogy azért ebben a szabadkőműves vétkességben biztos, hogy van valami, és igenis vitatkozzunk róla, miközben ezek a professzorok szintén nem történészek, hanem nőgyógyász, vagy filozófus, vagy csillagász, vagy fizikus, tehát konkrétan semmi közük hozzá nincsen. Mégis sikerül olyan látszatot teremteni, mintha egyre több ember köztük, egyre több kiváló tudós is önnel szemben foglalna állást, aki a történészek egyik szégyene, miközben itt egy becsületes magyar újságíró, és mögötte Raffay Ernő történész, alig mondhatja ki az igazságot. Szóval, összefoglalva, van értelme ennek? Az az igazság, hogy az egyik nagyon rossz tulajdonságom az, hogy nagyon nehezen ismerem be, ha tévedek vagy hibázok. Most már a harmadik menetnél tartunk, és ma reggel küldtem el a Magyar Nemzetnek a vitazárónak szánt cikkemet. A legeslegvégére Eszterházy Péternek a viszonylag ismert bommóját, mondását írtam, hogy bizonyos szint fölött az ember nem megy bizonyos szint alá. Tehát én úgy gondolom, hogy volt értelme, már két cikkem egyébként alap és az illetékes szerkesztő javára kell írni, hogy változtatás nélkül megjelent. Ebben újra és újra, most a harmadikban harmadszor is leszögeztem, hogy mindaz, amit nem is olyan nagyon burkolt zsidózással keverve Raffay Ernő és az őt védelmező szakács leír, az tudományosan tarthatatlan, értelmetlen ostobaság. A másodiknak nyilvánvalóan az volt az oka, hogy közben belekeverte szakács ismételten Ungvári Krisztiánt, akinek a legújabb könyvében a Horthy Miklós a kormányzó és felelőssége van egy félre sikerült egyetlen egy mondat a 275 lábjegyzet közül az egyiknek a legvégi, ez kicsit lehetett volna rendesebben. De ez is mutatja, hogy micsoda apparátusuk van, hogy még azt az egy mondatot is valahogy sikerül kipécézniük. Igen, hát egy kicsit figyelmetlenebb átlagolvasó, talán át is siklik, meg az emberek általában nem szeretnek lábjegyzeteket olvasni. Én is inkább lábjegyzeteket írni szeretek, nem olvasni, de csak tréfából mondom. Persze itt visszatérő probléma, hogy a rágalmazásnak és az ellenfél emberi szakmai tisztességének, a lejáratásának a célja az nyilvánvaló. Engem nagyon emlékeztet ez a magyar tudósok fogjunk össze a nyilvánvaló nem magyar tudós ellen arra, ami Jan Grabowski lengyel történésszel történt néhány évvel ezelőtt, amikor 200-nál több lengyelországi, hát úgy mondom értelmiségi, tehát orvosok, mérnökök, jogászok és egyebek felháborodva követelték Jan Grabowski ugyan lengyel, de az ottawai egyetem történész professzora, és
követelték az ottawai egyetem vezetőségétől, hogy vonják felelősségre Grabowskit azért, amit a lengyel holokausztról és a holokausztban az átlag lengyelek által játszott szerepről írt. Na most hát az, hogy a szokásos példám szerint, ha én most bemennék egy vegyészmérnöknek a laboratóriumába, és elkezdenék tanácsokat osztogatni, hogy mit mivel keverjenek össze, a legnagyobb baj akkor lenne, hogyha engedelmeskednének nekem. De hát nyilvánvaló várható az, hogy a laboratórium vezetője engem kiutasít, miután rájön arra, hogy nem értek a vegyészmérnökséghez. A történelemhez és a potihoz Magyarországon mindenki ért, ez köztudomású. Én be kell valljam, hogy a focihoz abszolút nem értek. De azért tanácsokat tudna osztogatni, hát mibe kerül ez, nem? Hát ha fizetnének érte, akkor természetesen azonnal. Tehát a régi vicc szerint, amikor a Kohn-tól megkérdezik, hogy a ejtőernyősök és a búvárok közé hajlandó-e beállni, téviszonyom van, és nem tudok úszni. És ha megfizetem, hát akkor majd nyilván mindent meg lehet tanulni, én már kicsit idős vagyok ahhoz, hogy tanuljak nagyon sok minden újat, bár a történelmi kutatásaim során gyakran találok új és új információkat, adatokat, de ez az én egyéni neveltári kutatási örömöm. Mégis amit mondott a most elküldött harmadik cikkéről, ahol Eszterházival fejezi be a mondani valóját. Azért azt is gondolom, hogy úgy látszik, legalább részben belátta, hogy tulajdonképpen egy bizonyos szint fölött nem érdemes egy bizonyos szint alá menni, hiszen az ember azt kapja, amit, sőt, nem csak, hogy önnek mit kellett elviselnie a eddigi két cikke után is, majd a harmadik után is. Az egy dolog, ha kibírja és nem zavarja, akkor rendben van, akkor... Nem, meg kell mondjam, egy nagyon kedves jó barátom tegnap elküldte nekem Szakács legújabb elmeszüleményét, azzal, hogy hát sajnál engem, hogy elrontotta az estémet, vagy a napomat, és én visszaírtam neki teljes vidámsággal, hogy ne sajnáljon engem, nagyon jó kedvem van, semmi az ég adta világon. Na jó, tehát akkor jó természete van. Ez igen, azt hiszem igen. De... Egyébként volt nekem az elmúlt hetekben, sajnos 8 nap alatt 3 temetésen vettem részt, a tragédia és a bánat, az a Gyekicki András és a Kovács M. Mária temetésén való részvétel. Hát ahhoz képest egy Niemand újságírónak a öröngése az tényleg nem tud izgatni. Hát ha 300 biofizikus mondja azt, hogy én nem értek a holokauszthoz, meg a szabadkönyvesekhez, mondják. Hát éppen a biofizikához nem értek. Hát attól, hogy sokan vannak, a tudomány az, és ezt nem nagyon szokták hangoztatni, mert talán nem illik. A tudomány az nem demokratikus. Egyetlen egy embernek lehet igaza 300-al szemben, és lehet 3 embernek téves álláspontja, és velük szemben 200 mondja az igazságot. Ez nem ezen múlik. Kétségtelenül, de most mégis csak olyan helyzet alakult ki, hogy akkor én is ragaszkodjak az én kiinduló pontomhoz, én se engedem el olyan könnyen, hogy miközben ez nem igazán volt beszédtéma korábban, vagy akár írásban, hát pláne a tudományban nem vetődött föl, de a közvélemény sem igen foglalkozott vele, hogy most tényleg a szabadkönyveseknek volt valami közük Trianonhoz, vagy sem, most egyszer csak sokan kezdtek érdeklődni iránta, és ez nem csak Raffai könyvének olvasói számát fogja megnövelni, mert egészségére az egy dolog. De mégis olyan emberek kezdenek érdeklődni a téma iránt, akik eddig ezzel nem foglalkoztak, és növeli, erősíti bennük az esetleg meg sem lévő, vagy más oldalról már megvolt előítéleteket. Nem veszélyes ez mégis? Hiába ragaszkodik ön a tényekhez, és hiába van az igazság az ön oldalán? Igen, de meg kell mondjam, hogy a feje tetejére állhatott volna Raffai és Szakács és az egész társaság,
hogyha nem kapnak a legfelsőbb szintről, tehát Orbán Viktor szintjéről éppen június 4-e kapcsán, tehát trianoni béke aláírásának az századik évfordulója kapcsán hatalmas segítséget. Tehát hogyha a megemlékező nagy beszédben a miniszterelnök plusz Boros Péter plusz a mindenki más, aki az ügyben onnan föntről jobbról megszólalt, nem állítaná azt a sületlen marhaságot, hogy nagyon finoman fejezem ki magam, hogy összeesküvők hátba döfték a magyar hadsereget, és nem egy tönkrevelt hadseregről van szó természetesen, hát tudjuk, kik esküdtek össze. Ha ők nem állítanák azt, hogy ezek az összeesküvők adták a bolsevikok kezére, tudjuk, kik a bolsevikok, azt is, az országot. Ha a politikai hátszér nélkül semmit nem értek volna. Na most ebben a helyzetben hallgatni, behúzni fülünket és befogni a szánkat, ez szerintem egyenlő lett volna a nem is azt mondom, hogy a vereség, mert ebben a helyzetben és ebben a küzdelemben nincs győztes és nincs vesztes, csak a történeti igazság és hát a történész szakmát támadták. Én úgy gondoltam, hogy amikor ilyen aljas és ilyen alpári támadás, ilyen nívótlan, mert azért ne felejtsük el, hogy mindaz, amit Raffai mond, és ez volt az első cikkemnek az egyik legfontosabb mondani valója, és egy szót nem mert rászólni Szakács, mindaz, amit a szabadkönyvesekről Raffai, Boros Péter és Orbán Viktor mond, az nem más, mint amit a nácik előtt már a szélső jobboldali német és francia és lengyel antiszemiták mondtak, hogy mindenről a zsidó világ összeesküvés tehet. Kicsit be akarják csomagolni, spanyolpapír az nem árt, akkor azt mondjuk, hogy jó legyenek a szabadkőművesek. De hát tudjuk, hogy a szabadkőműves liberális, a szabadkőműves kommunista, és minden összefog a zsidó világ összeesküvés. Már csak a Cion bölcseinek jegyzőkönyveinek az új és új kiadását várom. A neten egyébként nem akarok reklámot csinálni, ennek az 1903-ban a orosz és a francia titkosszolgálat által megalkotott remek műnek idézőjelben, de ez már ott bennül a zsidó világkormány. A cél a zsidó világhatalom. Ez nagyon egyszerű a dolog, hát a koronavírust is természetesen a szabadkőművesek. Hát meg a sorosozás mögött is. Hát, igen, hát ez ugyanez. Hát, na most ebben a helyzetben hallgatni is lehetett volna, de előbb-utóbb éppen a legmagasabb kormányzati szándék miatt valamilyen más formában, más helyen, más apropóból úgyis előjött volna? Igen, igen, és itt a célpont nyilvánvaló a volt Magyar Tudományos Akadémia, még létező történettudományi intézete. Ott még mindig vannak idősebb és fiatalabb pályatársaim, kollégáim. Nem szeretném idézőjelben följelenteni őket, de 2018. október 31-én a parlament felsőházi termében volt Tisza István meggyilkolásának, természetesen nem az 1918-as októberi polgári demokratikus forradalomnak, hanem Tisza miniszterelnök meggyilkolásának évfordulójára egy konferencia. Ott Lázár János, Kövér László és egyetlen egy felszóló kivételével minden egyes történész, fiatalabbak, középkorúak egyaránt nagyszerű, kemény, nagyon jó előadásokat tartottak. Szóba nem került az összeesküvés, szóba nem került az, hogy a hadsereget bárki hátba dözte volna. Amit egyébként Ludendorff talált ki még 1920 után Németországban, hogy a német hadsereg nem szenvedett vereséget, hanem a pacifista, liberális, szabadkőműves, többi összeesküvőt tették. Ez a neonáci maszlag, ez, hogy most ennyire nyíltan előkerül, bentségültan azt tudom mondani, hogy lehetséges, hogy még Raffai sem tudja, és biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor sem tudja, hogy most Goebbelsz kottájából játszanak. Köszönöm szépen Karsai László történész egyetemi tanárnak, viszont hallásra. Viszont hallásra, köszönöm. Megbeszéljük.